Gratulálok a győzelemhez, Bujdosó Levente legyőzésével jutottál be a döntőbe, az milyen mérkőzés volt? Nehéz mérkőzés volt, mert balkezes volt, nagyon furcsa volt a stílus, nem feküdt, de sikerült megoldani. A döntőmérkőzésen Sinkával mérkőztél, és ugye a találkozó elején nem volt teljesen egyértelmű, hogy ki lesz a jobb, olyan egyenlő felek küzdelmének tűnt. Te hogy érezted belülről? Én rá is készültem edzéseken, szerintem nyertem ezt a mérkőzést, de szoros mérkőzés volt. 2-1-re adták neked a bírók. Mennyire ismeritek egymást? Korábban hány alkalommal találkoztatok, és mi a győzelmi arány? Sokszor voltunk együtt edzőtáborokban, versenyeken, külföldön, de egymással még nem boxoltunk soha. Neked viszonylag könnyű dolgod van, mert az édesapád ugye indult olimpián, világbajnokságon, nem is akármilyen eredményekkel. Mennyire befolyásolta a sportág választásodat, hogy ő körüljó volt? Soha nem mondta, hogy boxoló legyek. Magamtól választottam, sok sportot kipróbáltam, itt ragadtam. Nem bántad meg? Nem.